A törvényszék a 2019. május 27 napjától 2019. május 29 napjáig őrizetben lévő vádlottat a vesztegetés elfogadásának büntette, mely a 78 évi 4-es törvény 252. szakasz első bekezdés, harmadik bekezdés B pont második fordulata szerint minősül, miatt emelt vád alól felmenti. Sörös László bíró olvasta fel az első fokon hozott ítéletet a nyíregyházi törvényszéken kedden délelőtt. A vádirat szerint a vádlott megállapodott egy vállalkozóval abban, hogy több ezer tonna valótlanul leértékelt műtrágyát ad át neki, aki azt a piaci árnál olcsóbban, részben számla nélkül értékesíti. Sörös László bíró a határozat indoklásában azt mondta, nem állt fent a vesztegetés büntette, mert a kötelezettség szegés nem valósult meg. És az, ami átbillentette a bíróságon, abba az irányba, hogy ez a döntés született, ez a tárgyaláson tett vallomása. Ugyanis a következőket mondta itt. 2009 őszén találkozó alkalmával nem beszéltük meg, hogy mekkora lesz az a jó ár. Nem beszéltük meg, hogy 2009 és 10 évi árak lesznek figyelembe véve a jó rá meghatározásánál. Tehát 2009 őszén is van egy műtrágyának egy piaci ára, és 2010-ben is, amikor történik ez a leértékelés, van egy piaci ára, a két összeg értelemszerűen nem egyezik. Tehát ezt sem beszélték meg. Nem beszéltük meg azt sem, hogy mekkora készletet fog kihelyezni a chemical marketinghez a nitrogénművek. Nem beszéltük meg azt sem, hogy a 2000 készletből mekkora visszaosztási pénzt vár cserébe a vádlott. Tehát mekkora mértéket kell számlánélkül eladni. Csak egy persze álljunk meg, a vesztegetés, a második feltétele, a kötelezettségszegés. Ezen vallomás alapján azt, hogy milyen kötelezettségszegést vállalt a vádlott a jogtalan előnyért cserébe, egy jó árat fog kapni. Ami lehet egy akciós ár, egy kedvezményes ár, de nem tudjuk, hogy mi ez a jó ár. Tehát maga a kötelezettség szegés nem hangzik el a vádlott részéről. A vádlott és védője elfogadta az első fokon hozott ítéletet, az ügyészség bűnösség megállapítása miatt fellebbezett, így az ügy másodfokon a debreceni ítélőtáblán folytatódik.